Magyarország az EU minden fórumán fellép a keresztényellenes támadásokkal szemben, hangoztatta izraeli látogatásán Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, akinek útjáról Havasi Bertalan a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője számolt be. Mint elmondta, a kormányfő helyettese kétnapos hivatalos látogatásán tartózkodik Izraelben, ahol vallási vezetőkkel tárgyalt. Majd felkereste Betlehemben a születés templomát, ahol megtekintette a felújítási munkálatokat. Ennek költségeihez a világon elsőként Magyarország járult hozzá, példáját pedig azóta számos ország követte, adományaival segítve a bazilika helyreállítását, mondta a sajtóiroda vezetője.